Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az új Asus Memo-ba 10 tabletet láthatjátok. A rózsaszín verziót fogtuk meg, ráadásul, mert elsősorban a hölgyeknek lehet kedvező. Kijelző 10,1-szoros 1280x800 pixels, ami igazából már most csak a belépő szint felett, igazából egy középkategóriának felel meg még a 4 magos processzor ellenére is. A keret az viszonylag keskenyebb, nem annyira széles, mint a Transformer Pad esetében, ez jelentősen szebb. És hát itt látjuk a hátlapot, ami matt rózsaszín felületű. Itt van mellette egyébként a fekete, tehát grafit szürke, és elég szinte világító rózsaszínről beszélhetünk, ami sztereó hangszóró kapott természetesen micro USB-t, hangerő, illetve bekapcsoló gombot. Van hátlapon egy kameránk, fedetlen microSD slotunk, tehát nincs külön kis ajtóhoz, amit akarja, ez némileg meglepő is, valamint jack csatlakozónk van még a tableten. Igazából azt, hogy mondjam, tényleg jól néz ki ez a rózsaszín hátlap, egészen kis kellemes, bár a fekete keret az előlapon egy picit talán ront az összképen. A másik Memopad 10 videónkban már nagyjából a rendszert bemutattuk, így ezt nem teszem meg most ismételten, de ezt természetesen meg tudjátok nézni, hiszen ugyanazt tudja a szoftverben. Ez volt tehát az Asus Memopad 10 tablet rózsaszínben. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!